Szerves Domonkos, Domonkos rendi szerzetese a vendégünk, megérkezett Domonkos, hogy a dicsértessék a Jézus Krisztus. Október közeledik, és nem csak a Rózsafüzér királynőjének a napja, hanem az október 5-ei Mária napunk is, amely Sopronban lesz, és te hívtál meg minket oda. Mit lehet tudni ezekről az eseményekről? A templomunk Rózsafüzér királynéja templom is. Szent Ádi tiszteletére van felszentelve, de a templomban, a főhelyen a szűzanya van a kis Jézussal, kezében rózsafüzérrel. És mivel október hónap egyébként is a szűzanya hónapja, ilyenkor össze szoktunk jönni, és minden nap ünnepélyesen énekeljük a gyönyörű litániát, és imádkozunk a rózsafüzért. Ezért ez egy nagyon szűzanyához közeli hónap. Októberben van a magyarok nagyasszonya ünnepe is, ez is közel van, úgyhogy ez különösen is fölhívja a figyelmünket arra, hogy ez az ország, amit a Szent István királyunk a szűzanyának ajánlott, különösen is fontos, hogy imádkozzon sokat, és a rózsafűzérnek az imádságával állandóan ismételje azokat az eseményeket, amivel a megváltó, az Úr Jézus megtisztelt bennünket. Tehát amikor a rózsafűzér egy-egy tizedét mondjuk, akit te Szentszűz a Szentlélektől fogantál, akkor ebben újra ünnepeljük azt, hogy a Szentlélek által mit jelent a teremtményi mi voltunkat újra kezdeni. Vagy amikor Erzsébetet látogatja a szűzanya, hogy milyen emelt szintűvé válik két édesanya kapcsolata, akinek anyai szinten legnagyobb öröme egy gyermek hordozása. Itt viszont Izrael kapja meg az eredeti hivatására a beteljesedést, a megváltónak az érkezését, akit Mária hordoz a méhében. Erzsébet gyermeke pedig az előfutára lesz keresztelő Szent János, és különös módon az emberi minőségükben a legnagyobbat élik át, akik a csúcsot adják az egész emberiségnek. Hogy mit jelent a kis Jézus megszületése, azt a karácsonyból tudjuk, de az, hogy a végtelen Isten az embertestét veszi magára, az ember sorsával, szenvedésével és dicsőségével, ezeket kísérjük végig, és eközben egyrészről a szűzanya gyermekeiként odaajánljuk magunkat, szeretteinket, országunkat, az egész világunkat a lelki megújulásra, a hivatásunk eredeti Istentől átgondolt zseniális eredeti lényegére, hivatására, és az elmekedések által mi is egy kicsit kilépünk abból a présből, amivel mentegetőzni szoktunk, hogy nincs időm imádkozni, én szétszórt ember vagyok, én nem vagyok olyan szent, én nem vagyok olyan bűntelen. Ezeket az érveinket nyugodtan elhagyhatjuk a rózsafüzér imádkozása alatt, és gyönyörködhetünk abban az eredetiben, amit az Isten ajándékozott nekünk, és hogyha merünk gyönyörködni ebben, akkor már látjuk azt, hogy nincs is olyan messze az Isten tőlünk, sőt a hétköznapjaink apró szereteteiben, kultúrát szavában, gesztusaiban, éppen hogy az igazi szeretetet tudjuk adni egymásnak, amire mindannyiunknak nagyon nagy szüksége van. Mai nap is ekkora az igény, vagy talán ma még nagyobb az igény a szűzanya segítségére? Hát azt hiszem, hogy különösen is. Nyilván, hogy amikor elárad a gonoszság, akkor túlárad a kegyelem, mondja Szent Pál, és erre mindannyiunknak gondolnunk kell. Tehát a magyaroknak eleve olyan hivatásuk van, mint Fatimával a portugáloknak, vagy Lourdes-szel a franciáknak. A magyaroknak, a magyarok nagyasszonya, illetve a szeretetlen hivatásával ugyanolyan nemzet és nemzetközi hivatásuk van, hogy leesdjük azt a kegyelmet, amit a bűneinkkel elrontunk, távol kerülünk az Istentől,
senki nem érzi jól magát az Isten nélküli világban. Tehát nem arról van szó, hogy kötelező vallásosnak lenni, hanem hogy szabaduljunk meg a félelmeinktől, a gyűlöleteinktől, a kétségbeeséseinktől, szabaduljanak meg a gyerekek az elvált szülőknek az összevisszaságától és lelki sérüléseitől, szabaduljanak meg a posztabortus szindrómának a szörnyűségeitől, amire bőven tudnék példákat hozni. Tehát ezek azok a dolgok, amik nem embernek való. És ezzel szemben a szűzanya és az Úr Jézus azt ajándékozza nekünk, amiért érdemes embernek lenni. És az Olvasós Boldogasszony napja akkor október 7-én lesz, hétfőn, előtte pedig... Magyarok nagyasszonya, igen. Igen, előtte pedig október 5-én, ami Mária napunk, akkor Sopronból lesz. Hogyan készülsz? Kik lesznek ott? Meginvitáltátok, gondolom, nagy, a médiumisziósokat nagy örömöm, örömünk mindannyiunknak, domonkosoknak, és készülünk már erre, hogy most nálunk lesz az első szombati ünnepség. 4 órakor egy domonkos nővérnek az előadását fogjuk hallani a templomban, amit már élő közvetít a Bonum TV. Ezután jön egy ifjúsági imádság 17:30-ig. 17:30-kor ünnepélyesen elénekeljük a litániát, a gyönyörű invokációkkal, megszólításokkal. Aztán készülünk a szentmisére. Ez alatt még, ha lesz egy kis idő, akkor bemutatjuk a domonkos templomot, annak a szentjeit, és egyáltalán magát az ünnepet. 6 órakor ünnepélyes szentmise kezdődik, amit egy körmenet követ a Széchenyi téren a szűzanyával, úgyhogy nagy szeretettel hívom, különösen Sopron és Sopron környékbeli híveket, hogy jöjjünk el minél többen, és teli szívvel és teli torokkal énekeljünk, mert ez megilleti a szűzanyát, ő pedig vágyakozik kiosztani az ajándékait nekünk. Kell valahogy készüljünk? Mindenképpen. Először is az időnket mondjuk azt, hogy lehetséges. Tehát az, ami elmozdítható a programjainkból, azt rakjuk arrébb, hogy ezen az ünnepen ott legyünk. Rendkívül fontos, hogy a katolikus iskolák, illetve a katolikus hittant kapó gyermekek minél nagyobb számban legyenek ott, hogy éljék meg azt, hogy mit jelent a szűzanyának a légköre. Ezt én is fiatal koromban egy börtönből szabadult 21 éves lány társaságában mondott rózsafűzér kapcsán éltem meg. Olyan volt, mintha a mennyországnak az ajtajában ülnék, ahogyan ez a szabadult fiatal nő lelki gyakorlat tartás miatt került börtönbe annak idején, akkor ez még nem volt szabad, és hogy a börtönben milyen lelkülettel tudta mondani az imádságokat, fölszabadult teli szeretettel, az utána is sugárzott, és ez engem is magával ragadott. Örülnék, hogyha ezt a fiatalok is megtapasztalnák. És a hagyomány szerint, ha jól tudom, akkor Szent Domonkos alkotta meg ezt a kifejezést, vagy egyáltalán a rózsafűzért? Igen, annak idején csak az első felét mondták, de valóban ő volt az, aki szorgalmazta. A hagyomány szerint a szűzanya adta meg neki ezt a küldetést, hogy imádkozza a rózsafűzért ezekkel a titkokkal. Azok a rózsafűzérbe foglalt történetek éppen sarkalatos pontjai a Hiszek egynek. Tehát a megtestesülés, a megváltás, a föltámadás, a bűnök bocsánata, az örök élet. Erre sokféle másfajta nézet és tévejgés csábított annak idején, és vitte el az embereket a saját maguk irányába. Szentírásra hivatkozza persze. Általában a tévedéseket mindig a Szentírásból hivatkozva szokták alapozni. És hát éppen a rózsafűzér az, ami a legfontosabb eseményeknek az ismétlésével kinyitja az értelmünket az igazságra, és kinyitja a szívünket. Remélem, hogy október 5-én, nem csak október 5-én fogja. 7-e egyébként a rózsafűzér királynője ünnepe, de előre hoztuk szombat-vasárnapra, mert akkor van az embereknek lehetősége erre. Rendben van, köszönöm szépen, Domonkos, hogy eljöttél és megosztottad velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.